Egy jelentős beruházás már megvalósult idén, egy pedig jelenleg is folyamatban van, mintegy 1800 lelket számláló Vasmegyeren. Néhány hónappal ezelőtt belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően újultak meg és kaptak új burkolatot járdák a településen. Az évek óta leginkább várt fejlesztés is rövid időn belül befejeződik, épül ugyanis a szennyvízhálózat. A szennyvízellátás eddig itt nem volt megoldott. A kivitelezési munkálatok a befejezéséhez közelednek, és nagyon nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy évvégéig sikerülhessen rácsatlakozni a hálózatra, megkönnyítve ezzel a vasmegyeri lakosok mindennapjait. Ez egy több milliárd forintos, a környezeti és energiahatékonysági operatív programban megvalósuló összberuházás, amely Vasmegyer mellett több más kis települést érint a térségben. Ahogy a polgármester fogalmazott, ebben az évben a koronavírus elleni védekezés jelentős erőforrásokat vett igénybe, a járvány második hulláma pedig nem került el a község oktatási intézményeit sem. Napról napra növekszik itt is a Covid pozitívan igazolt fertőzöttek, és ezáltal a házi karanténban lévők létszáma is. Érintett az óvodánk és az iskolánk is. Jelenleg egy-egy csoport, illetve az óvodából egy csoport, az általános iskolából egy osztály van karanténban. Védekezés viszonylatában folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot, hogy mik azok a járványügyi szabályok, amiket tartsanak be ahhoz, hogy elkerülhető legyen a tömeges fertőzés, illetve ebben az évben semmilyen kulturális programot nem tartottunk meg a csoportosulások elkerülése miatt. A polgármester hozzátette, 2021-ben remélhetőleg újra elsősorban a fejlesztésekre tud összpontosítani az önkormányzat. Tervekből nincs hiány, pályázati forrásból szeretnék a település maradék 4 aszfaltozatlan útját szilárd burkolattal ellátni, újabb járdaszakaszok épülhetnek és játszóteret, valamint kondiparkot is kialakítanának.